A Fejér megyei gyermekvédelmi otthon 671 gyermek ellátásáról gondoskodik, 154 gyermek pedig az otthon állandó lakója. Az intézmény szűkös költségvetéséből ritkán telik például táboroztatásra, pedig a fiatalok élvezik a szabadban eltöltött órákat. A sokkal mások, azért mert, hogy friss levegőn szabadok lehetünk, ott meg csak be vagyunk kerítve. 2013 nyarán biztos, hogy újabb élményekben lehet része a gyermekotthon neveltjeinek. Adományt kaptak ugyanis Varga Tamástól. Az államtitkár 1 millió 700 000 forintot kapott, miután távozott a megyei közgyűlés elnöki székéből, az elmúlt 2 évben fel nem használt szabadsága után. Úgy döntött, ebből 700 000 forintot az intézménynek ajánl fel. Az összeg nem csak a nyári táboroztatásra elég, pszichoterápiás kezelésre is futja belőle. Ő nekik egy reális képük alakuljon ki saját magukról, hiszen sok esetben ők alulértékelik, többségében alulértékelik, lebecsülik önmagukat, nincsenek tisztában a képességeikkel, hogy ők egyáltalán képesek is volnának bizonyos dolgokra. Nem tudták feldolgozni nagyon sokan azokat a veszteségeket, amelyek az ő családjuknak az elvesztésében vagy a családtól való elválásban gyökereznek. Decembertől tehát 1 éven keresztül részesülhet 12 gyermek pszichoterápiás kezelésben. Heti rendszerességgel pszichológus segít nekik a bizalomépítésben, a tragédiák feldolgozásában.